Sziasztok, vapek, gőzlélek, gőzlérnők, olasz nélküli vaper vagyok. Elmúlt 2 hét szopás volt, meló, lerobban a telefon, témahiány, jobbról baszogatás, balról baszogatás, fenyegetőzés, de itt vagyok. Elég jó, hogy csúszott ennyit a videó most. Nem csak 1 hét, hanem inkább 2 volt a kihagyás. Mert nagyon sok hülye ember van megint. De kezdjük az elejéről. Egy nagyon sarkalatos pont nekem ez a laptopakú mánia, hogy a laptopakú olcsó, ugyanolyan jó. Én ebben nem hiszek. Bárki, aki megmondta egy laptop akkumulátort, nem fogja 100%-osan tudni, hogy milyen aksi van benne. Mert az előző szériában is LG volt, hát akkor ebben biztos, hogy LG van. Nem biztos. És hogy LG van benne, az nem garancia arra, hogy HE2 lesz benne, vagy esetleg HE4. Szóval nem. Laptop akku, laptopba való. Jó? Nem LCG-be. Főleg nem MH-ba. De ha arra fanyolodunk, hogy na, laptop akut vegyük, csak elektronikával ellátott készülékbe, és másfél ohm vagy a fölött használjuk. Most gondoljatok bele, aki ki akar dobni egy laptop akut, miért akarja kidobni? Nem bírja már addig az akuidő. Lassan tölt, meg az ilyen apró baromságok, amit úgy hívnak ugye, hogy élettartamvesztés. Na most ez egy cigire kicsit gyorsabban el tud érni. Ugye? Nem hiába veszünk fél évente évente új akkumulátorokat. Szóval, laptop akku, laptopba. Egy cigihez való akkumulátor, egy cigi boltba. Köszönöm. A következő így a kezdő témája lenne nálam. Ugye mindenki írja ki, hogy kezdő vagyok, szeretném elkezdeni. Mit ajánlotok? 3 csoportra lehet osztani a kezdőt. Első, kipróbálná, hogy milyen az egy cigi. Második, a melóba nem tud kiárkálni, ezért szeretne egy olyat, amit melóba használ. A harmadik, a legjobb, le akarja tenni a rendes cigit, és szeretné használni ezt az elektromosat. Na most, aki csak ki akarja próbálni, arra ne sozzunk át drágát, 5000 forint blister szett, hozzá 10 millilitrig, vagy 20, teljesen mindegy, kipróbálja. Ha nem jön be, bukott 5000-et. Aki mellette akarja szívni, na az már egy kicsit érdekesebb. Ugye ott már belenézhetünk a dupla szettekbe, varivoltos készülékek, de szigorúan az egók, Vision Spinner, meg ilyen hasonló baromságok. Ne ajánljunk rögtön ilyennek is, mit tudom én, egy Vamo V6-ot, V7-et, vagy iStick-et, mert teljesen felesleges neki. A harmadik, aki át akar szokni, és letenni az e-cigit, letenni a sima cigit, bocsánat, e-cigit letenni, az maradjon csak. Na szóval, aki le akarja tenni az e-cigit, elcigit már megint, de hülye vagy! Látjátok? Belekavarodok magamba. Na, aki le akarja tenni a rendes cigarettát, és elektromosat szeretne használni, köszönöm szépen, annak már lehet ajánlani kicsit komolyabb szetteket, esetleg az iStick-et, de ez tényleg csak olyannak, aki elhatározta, na én holnaptól ezt használom! Nem kell neki rögtön a izét, a Cluporminit, az IPV-t, az SX-et, ilyesmit, mert jó az az iStick kezdésre. Olcsó, ugye? Szempont. Viszont, itt a kazánoknál, van, aki rögtön a RBA kazánokat ajánlja, egy teljesen kezdőnek. Én értem, hogy senki nem születik úgy, hogy tudja. De ezt meg kell tanulni, hogy milyen húzal, hogy tekerem, mire tekerem, azt honnan szerzem be,
Nem. Integrált patronnak hívják, nagyon sokféle van, nagyon sokféle csatlakozó van, tökéletes. Nem kerül olyan sokba, és legyen mint olyan 6000 forint, és van 20000 forintból egy kurva jó kezdőszettje, amivel elgőzöl egy napig. Ez a jó választás. Én azt mondom, aki tényleg át szeretne szokni, az vagy egy komoly teljesítményi dupla szettes megoldást válaszol, még 2000 milliamperes akkumulátorral, akkumulátorokkal, vagy esetleg egy ice-ticket, hogyha bejön neki ez a box mode forma, és nem a tipikus cigaretta formát keresi, mert az a menő, hogy jó, hogy cigizik, de mégse, hanem egy cigit. Ne ajánljunk ilyeneket, hogy tényleg mindenféle, fú, 50 wattot tud meg, anyámat is le tudja izé szoktatni. Ne. Sima, egyszerű kezdőszett. Azért hívják kezdőszettnek, hogy egy kezdő el tudjon vele kezdeni. Amit viszont én, és még nagyon sok másik ember tilt egy kezdő kezében, az a meha. A mehára figyelni kell, karbantartani, zsebzár. Jó, mehát ne. Semmiképpen. Még ha a legjobb barátod, akivel minden a találkozol, és te elcigizel 8 éve, ő holnap kezdeni, annak se. Mert nem vagy minden nap vele együtt. Nem vagy minden perc volt mellette, hogyha éppen esetleg valami történik a kazányával, és ő megpiszkálja egy kicsit. Ugye egy mehamod, az egy csőbomba is tud lenni. Nem akarjuk a újság meg a híradó címlapján látni, hogy elcigi robban Magyarországon. Nem lenne jó. Felütötte a fejét egy új foglalkozás ugye az elcigiben, a lötyinöppel. Lötyinöppelnek azt hívjuk, mint az autónöppelt. Nincs boltja, viszont van áruja, amit el szeretne adni, nem teljesen hivatalosan. Csak a lötyinöppelség az egy kicsit gáz. Mert rögtön jön az, hogy jön a NAV, jön a rendőrség, letartóztat, ha, kéz alul árulja, ez az, megvan, tiltsuk az egészet. Lötyinöppel egy érdekes állatfaj. Megtalálható a fórumon, a Facebookon, és a kezdő rögtön rá fog ugrani, hogy jaj, ott van nikotinos. A lötyinöppeleket kerüljük, küldjek az anyjába, apjába, teljesen mindegy, ne támogassak semmiképpen. Most az, hogy az nem számít lögyinebbennek az, ha te otthon megkevered, és így a cimborádnak így odaadod, esetleg ő fizet érte 200 forintot, mert jó arc. Az nem lögyinebben. Viszont az, aki kiírja így szépen így Facebookra, meg fórumra, hogy nagyon fasza alapokból, fúj, ilyen erős, olyan erős, nagyon pH-s cuccot tudok előállítani, X ezer forintokért. Kerüljük. Erre jön rá a másik ember. A TIK honnan veszitek a nikotinos lötyöt? Hát TIK, a TIK az tyúk. Beírod netre, hogy TIK, az a tyúk. Tájni, tájszóval, kész. A TIK szerintem nem veszi az e-cigit, se a nikotinos lötyöt. Mert a TIKnek nem kell, annak kukorica kell. Na, de hogy komolyabban vegyük. Internet. Interneten beírod, hogy elektromos cigaretta, kidob több fórumot, Facebookot, de webshopokat is. És ott le lesz írva, hogy itt lehet kapni, itt nem lehet. Itt lehet, itt nem lehet. Ennyi. És valamit még én nem értek. Így a Facebookon. Van ez az új cucc, ez a Subtank. Mini, Nano, Normal, Giant, mindegy. Én elhiszem, hogy végre van egy olyan kazán, ami félómos, van hozzá. Do it yourself kazánrész, és hogy fú, milyen a levegőzése. Nem rossz egy olyan embernek, aki baszik megtanulni bármit is az e-cigiről. Nem tud tekerni, esetleg azt se tudja, hogy hogy állítsa be a levegőzést. Én kipróbáltam azt a Subtankot, többet is. Szerintem egy rakás,
Fos. Ezt így kimerem jelenteni. Túl levegős. A sok levegő miatt az íz az rohadt kevés. Tehát azt meg se említsük, hogy van benne. Szerintem nem jó. És mégis agyon van sztárolva. Mert hogy el tudod dönteni, hogy most tekersz vele, vagy megveszed vele. Hát fazd meg! Én 2 éve nem vettem már integrált patront. Nem tudom, hogy mik vannak, nem tudom, hogy hívják, azt se tudom, milyen fejvaló bele. Én megtekerem magamnak. Annyiféle fúza, annyiféle vatta, annyiféle üvegszál van, hogy meg se tudjuk számolni. És minden cigiboltba lehet kapni. Meg kell tanulni tekerni emberek, és nem lesz gond az, hogy a tájfun folyik, a tájfun gépén folyik, ez folyik, az folyik, de a szubtank az isteni. Jaj! Nem, a szubtank szerintem nem jó. És a barátai is, a smoknak a WCT-je, meg tudom én melyik valami, azt hiszem az Atlantis. Az Atlantisban nincs cserélhető fej, de szerintem az is rossz. Pontosabban cserélhető fej van benne, de nem do it yourself fej. Szerintem az is rossz. Most aki filmozni szeretne, azt tanuljon már meg tekerni. Faszomat. Jó? Na de, lett egy új kedvenc emberem a Facebookon. Nem nevesítjük, legyünk hivatalosak, Kár Zoltán névre hallgat, aki feltalálta a kvantum cigit. Podcastben is volt róla szó, Facebookon már híre van, hogy ő hülye. A legnagyobb problémája az, hogy van neki egy X készüléke, ami nem tudja különállítani a wattot a volttól. Ember. Fizika. Te olyat szeretnél az e-cigittől, ami megfogja hátulról a fizikát, és szárazon beteszi neki. A normtörvényt nem lehet meghazudtolni. Nem tudok rá szavakat találni. De hozok neked egy kis segítséget. Figyelj, mutatom! Látod? A Blacky csinált róla egy videót. Én ezt abból szedtem ki. Mert nagyon szépen meg van fogalmazva, nagyon szépen le van írva, és ki is van számolva. Ezt én most tartom neked, jó? Látod? Olvasd el, fogd fel, ez így működik. Ez nem másképp. Ha szeretnéd, írjál rám nyugodtan, elküldöm neked postán. Ingyen, bérmentve, postaköltséget is állom. De ezt tanuld meg. Minden le van itt írva. Nagyba bekarikázva itt, hogy ohm törvénye, itt van minden számítás, itt van a watt, hogy hogy lehet kiszámolni, és ne akarj meghazudtolni megint a fizikát. De amit még láttam tőled, Kár Zoltán, te mindent tudsz a löcsik összetételéről is. Hogyha ezt teszem bele, akkor több a TH, hogyha ezt teszem bele, akkor kevesebb, akkor csökkenthetem a nikotint. Ezt végig olvastam és hullott a hajam. Hát olyan hülyeségeket beszéltél, hogy csak na. És most azzal védekezem mostanában, amit az elmúlt pár napban látok, hogy te már 4 éve elcigiztél, 808-assal. És mennyit hagytál ki? 3 év, 12 hónapot? Nem védekezés az, hogyha te régen elcigiztél, és most újra elkezdted. Mert nem. Ha újra elkezdted, egy ideig befogod a szádat szépen, és olvasgatsz. Mert attól, hogy te régen használtad, és kihagytál X évet, az azt jelenti, hogy te valamit szarul csináltál. Nem azt jelenti, hogy neked nem vált be, szerintem szimplán béna voltál. Na de ennyi. Köszönöm, hogy megnéztétek. Megjövök.